Megjelentek az új felhívások a Magyar Falu Program falusi civil alapkeretében. A kormány idén is folytatja a 2020 óta futó programját, amelynek célja a kistelepüléseken élők számának megtartása, növelése, életminőségének javítása, mondta Kis András a Vármegyeházán tartott sajtótájékoztatón. Ez egy nagyon nagy lehetőség civilek számára, hogy ingatlanfejlesztésre, vásárlásra, fejlesztésre, autóvásárlásra, programszervezésre és eszközbeszerzésre pályázzanak. Az előbbi kettő az ingatlan és az autó esetén 7 millió forint a maximum pályázható összeg, míg az eszköz és a program esetén pedig 2 millió forint a maximum pályázható összeg. Kis András hozzátette, a pályázatokat augusztus 1-e és 31-e között lehet benyújtani a nemzetpolitikai informatikai rendszeren keresztül. Egy személy kizárólag egy pályázatot nyújthat be egy kategóriában. A pályázat részleteivel kapcsolatban a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT honlapján, illetve ügyfélszolgálati vonalán lehet érdeklődni. A pályázatok mellett Kis András felhívta a figyelmet a közelgő szeptemberi véradási akciókra is. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is megszervezzük azt a miniszterelnökség, konkrétan helyettes államtitkár úr által elkezdett missziót, programot, ami most már 9. alkalommal civil szervezeti vezetők jönnek, és egy csepp vérrel, egy adag vérrel segítenek abban, hogy az ország vérellátása folyamatos és zökkenőmentes legyen. Azt gondolom, hogy mindenkinek a családjában van olyan ember, akin ez az elmúlt években segített. És azt is gondolom ezzel kapcsolatban, hogy az, hogy idén már két alkalommal egy vidéki helyszínen Máté Szalkán, a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központban szeptember 5-én és szeptember 7-én pedig Nyíregyházán, a Zöld Irodaházban szervezzük meg, ez is mutatja, hogy civilekben van nyitottság. Ezúton is kérem minden Máté Szalkai járásbeli, vagy bárhol élő polgárt, de minden Nyíregyházán, Nyíregyháza járásban élő polgárt és civil szervezeti vezetőt, képviselőt, hogyha van lehetősége, a szabolcs-cic.hu honlapon minden információt megtalál, jöjjön vért adni, vegyen részt a véradáson, segítsen egy csepp vérrel. A véradási akciók mellett szervezik a civil fórumokat is, mivel az ősz folyamán idén is kiírásra kerülnek a NEA pályázatok, mondta el Kis András. Nyíregyházán legközelebb, szeptember 12-én délután 5 órától várják a megyeházára az érdeklődőket.